Szép estét kívánok. köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Rendhagyó lesz a mai beszélgetésünk, és ennek megfelelően egy idézetet hoztam önöknek. A főzés az ember legkreatívabb tevékenysége, a legesztétikusabb is. Minden más művészetet átjárja az anyagiasság. A főzés végeredménye azonban rendkívül múlékony és egyedi. Ez az a művészet, amely kizárólag önmaga kedvéért létezik, mondta ezt Cynthia Harrow aki egy remek esztéta volt egyéb iránt, amellett pedig nagyszerű szakács. És hogy miért is mondom ezt? Hát leginkább azért, mert Székesfehérvár számára is nagy sikert hozott, ha úgy tetszik. Bár ez egyéni siker, de nagy sikert meg lehetünk tanulni a népszerű főzőműsorban, hiszen Bóza Roland, Székesfehérvári barátunk nyert 2021-ben. Tisztettel köszöntelek, ezúton is gratulálok. Köszönöm szépen. Igen, hát ez megerősítés volt, azt hiszem, hogy igen, valóban kreatívnak kell lenni. Ahhoz, hogy valaki azonban kreatív lehessen a főzés tudományában, ahhoz nagyon-nagyon sok minden kell. Kell egy elég érdekes életút, mint amilyen a tiéd. Sok színű. De hát minden a gyermekkorral kezdődik. Én azt gondolom, hogy aki már gyermekfővel belekóstolt az édesanyja főztébe, és ráadásul segített neki, az már elég komoly és jó indítatás. Így van, ezzel egyet kell, hogy értsek, tehát nekem nagyon-nagyon korán kezdődött ez a, mondtatni ez a szerelem a szakmai rend. Édesanyám, hál' Isten, ő is nagyon finoman tud főzni, úgyhogy könnyű volt -e elsajátítani az ízek után, hogy is milyen irányba szeretnék menni. Én úgy éreztem, hogy ki tudok teljesülni ebben a Ebben a világban nyilvánvalóan akkor nem lehetett még szakmáról beszélni, viszont ö, ugyanállam az egész família, a család vendéglátóval foglalkozik, a testvérem, unokatestvérem testvérem, nagybátyám, édesapám, tehát tényleg mindenki vendéglátóba jött, úgyhogy nekem nem nagyon volt kérdés, hogy milyen utat fogok választani. Tehát nyilvánvaló volt a gasztronómia, ez mondjuk kérdés, hogy melyik ága vagy milyen szakon, de természetesen a, a főzés ö, nagy szerelmese lettem már fiatalon. Hogyan lehet ezt fejleszteni? Nyilván az édesanyád, illetve a családod volt az alap, azonban hát az alapvetéseken túl természetesen szükség van arra is, hogy valaki ezt tanulja. Így van. Először nyilvánvaló, hogy lehet könyvekből tanulni, receptek alapján, megismerkedni az alapanyagokkal. Tehát szerintem az is egy jó kezdet, hogyha valaki megpróbál elkezdeni főzni, maga az alapanyagoknál kezdi, hogy ez mire jó, az mire jó. Tehát valakinek minél nagyobb az alapanyag ismerete annál több oldalú, vagy annál sok oldalú fog tudni elkészíteni. Ugye az nem lehetett kétséges, hogy te tudatosan választottad ezt a hivatást, Én és nem. már akkor úgy tekintettél rá, tehát nem csak, hogy teljen az idő az iskolában, hanem <coughs> nagyon is figyeltél a tanultakra. Kik voltak azok a mesterek a családodon kívül, akikre szívesen emlékezel még fiatalkorodból? Hát... Nyilvánvaló, hogy Magyarországon is vannak kiválós séfek, viszont amikor én elkezdtem ezt tanulni, mondjuk 25 évvel ezelőtt nagyjából, akkor a médiában talán jobban erősebb, erősebben voltak jelen a, a, külföldi séfek, vagy amiről esetleg könnyebben lehetett hallani. Nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem a világ egyik legjobb séfe közé tartozik, Gordon Remzi, és nem csak azért, mert őt ismerik az emberek, hanem szerintem ő tényleg egy, egy újító. A nyilván Robuson a másik, aki szerintem maga a gasztrómiának egy atya, akár egy másik Jamie Oliveres kis lazábbik stílus. Tehát próbáltam olyan séfektől tanulni, ahol, ahol mindegyikből egy kicsit tudtam magamévá tenni, inkább így mondom. Tehát a, a fix katonás francia konyhától egészen a, a, laza olasz konyháig próbáltam mindent kiszedegetni, ami úgy éreztem, hogy nekem, nekem, megfelel. Igen, de hát a kreatív energiát nem csak a konyhában lehet levezetni, mert nálad egy párhuzamos történetről is kell, hogy szó essék és ez nem más, mint a küzdősportok. Tehát ha egy töpörtű gyerek, ugye ha jól tudom, 7 évesen már ezt választottad, van. elindultál, egy töpörtű ö, kisfiú elindul egy bizony, egy olyan úton, ami távol áll a főzéstől, viszont ö, rengeteg fegyelmet követel. Mert ne legyenek kétségeink, a főzés tudománya is a fegyelmen alapul. Ez tökéletesen egyet kell, hogy értsek. Így van, én 7 évesen kezdtem el kempózni annak idején, ha jól tudom, amikor én elkezdtem kempózni, Fehérvára akkor jöttek be a kempósok, amit a mai napig szívesen gyakorlom ezt a sportot. Nyilván itt iszonyatosan nagy fegyelmet tanultam, meg mindent, ami szükség ahhoz, hogy egy, egy ember szerintem előre jusson az életbe. Tehát az biztos, hogy a harcművészetben vagy a küzdősportban önuralmat, fegyelmet, pontosságot, akarat erőt lehet tanulni szerintem, és ez teljesen, teljes mértékben igaz arra, hogy ha valaki a konyhába helyt szeretne állni, ugye egy iszonyatosan nagy nyomásról beszélünk, tehát sokan azért nem tudják, hogy egy konyhán, egy, akár egy csillagos konyhán, vagy csak ahol minőség a megkövetelt példa, ott nagyon nagy nyomás van az embereken, hogy időben legyen kész, másodperc pontosan tudni kell mindenkinek a dolgát és a helyét. Igen, és ide visszakanyarodva a küzdősport nekem az, az valahogy az a másik szerelmem, hogyha lehet így mondani. Én abba találtam meg és önmagamat, inkább így mondom, hogy abba tudtam kiteljesedni, és párhuzamosan nem egyszerű a kettőt művelni, viszont nem igazán tudtam dönteni, hogy én most egy igazi jó séf szeretnék lenni, vagy egy komoly harcművész. Úgyhogy ez, ez még a mai napig is <laughs> harcban állok saját magammal, de, de azért most már lassan körvonalazódik, hogy melyik irány fog megmaradni. Nyilvánvaló, amikor a fegyelem és a kreativitás kézen fogva jár ebben a két szakmában az általad hivatásként űzöd be, és nyilván a sportban is, mert ez nagyon-nagyon fontos. A középiskolában már tudtad, hogy merre vezet majd később az utad, hiszen nyilvánvaló, hogy elsajátítottad a mesterséget, azt, amit ott meg lehet tanulni, és akkor jött egy hirtelen váltás, aminek nyilván voltak előkészületei is. Természetesen, én mondhatnám azt, hogy már talán általános iskolában tudtam, hogy melyik irányba fogok menni. Tehát sokan ugye a pályaválasztásnál még gondolkodnak, hogy melyik irányba vagy hogy. Én ezt még bőven a nyolcadik osztály elvégzése előtt tisztában voltam, hogy milyen irányba szeretnék haladni. Ugye ez a vendéglátó iskola volt, és itt ezen belül mindenféleképpen a, a séf, tehát a szakály szakma. Úgy éreztem, hogy ha elvégzem majd az iskolát, mindenféleképpen külföldön szeretnék, akár az előbb említett nagyobb séfektől tanulni, vagy esetleg az ő nyomdokaikba lépni, vagy legalább megadni magamnak azt a, azt a lehetőséget, hogy nagyon komoly. Iskolákba járjak akár külföldön, vagy olyan tanfolyamokat tudjak elvégezni, ami esetleg itthon nem feltétlenül lenne rá alkalmam. És ezt én úgy éltem az életem igen, hogy, hogy ezt megalapozzam, hogy miért betöltöm a 18. életévemet. Függetlenül attól, hogy a szüleim mit szeretnének, vagy milyen elvárásuk van, én biztos, hogy külföldön fogok pályát kezdeni évként. Így van, és de ehhez viszont mindenképpen kell a nyelvtudás. Tehát én azt gondolom, hogy te párhuzamosan aki a sporttal és a hivatásoddal a, a nyelvtudásodat is folyamatosan fejlesztetted, hiszen tínédzser fejjel, alig felnőtt fejjel, mondhatjuk, 18 esztendősen más kóciában talált az élet. Ez egy jó tanuló pénz lehetett, én azt gondolom. Egyedül, egyik oldalról, egy ismeretlen közegben, és egy olyan gasztrokultúrát kellett megismerned, ami addig új lehetett. Így van. Nyilvánvaló nem szeretném most magam kicsit, vagy nem szeretném magam fényezni az, jó, mert nekem sikerült, mert biztos vagyok, hogy rengeteg ember ezt meg is próbálta, és rajtam ki ugyanúgy nagyon sokan ebbe belekeztek, de ott én is úgy éreztem, hogy, hogy embert próbál ez a dolog, és hogy mondhatni azt, hogy embert faragott belőlem, az, hogy igen, éppen, hogy betöltöttem a 18. életévemet, és, és a Skóciába találtam magam egy olyan közegbe, amit nem ismerek. A nyelvtudás mondhatni azt, hogy amit odáig úgy éreztem, hogy tudok, az, azt el is felejthettem, mivel olyan dialektussal és olyan erősen beszélnek a skótok angolul, hogy van, amikor még a, ők, nem, ők sem értik saját magukat. Tehát nem, hogy én meg tudom. Tehát, az, tehát egy rövid történet, hogy beültem a taxiba, hogy Szóltam a taxisnak, hogy hova vigyen, melyik hotelba szeretnék megérkezni, és 25 percig így beszélt. Én azt hittem, hogy telefonál, és 25 perc múlva így meglökött, hogy miért nem válaszolok. És akkor kérdeztem, hogy ne hogy te hozzám beszéltél? Mert egy szót nem értettem abból, és itt, itt, itt akkor jött az a félelem is, hogy atyó úristen, így fognak beszélni majd a hotelban, nem fog érteni egy szót se, hogy lesz egy másik gasztrokultúra, ami mondhatni, hogy Semmit nem tudok róla, úgyhogy igen, nagyon nagy félmemén voltak, de de úgy gondolom, hogy ha valaki feladja, akkor ö, saját magát hazudtolja meg. Nyilván bírtad a családod támogatását, viszont akkor is ez egy nehéz időszak, hiszen íve volt a, az első külföldi utadnak. Tehát a, mindenki lent kezdi nyilvánvaló, bármi Én tehetséges van. is, és folyamatosan tanulni kell. Ez mit jelentett a gyakorlatban? Hát ez egy gyakorlatban legelőször mondhatni, hogy amikor odaértem, azt is tudni kell, hogy közölték velem, amikor beértem a hotelbe, hogy a meghíretett állásra már találtak alkalmazottat. Ez azt jelentette, hogy ott álltam egy csomaggal, és ö, mindenféle pénz nélkül, hogy éppen haza is jussak, mert ö, direkt így jöttem el otthonról, tehát édesapám munszolása ellenére, hogy véletlenül se legyen pénzem, hogy haza tudjak repülni. Tehát, hogy mindenképpen maradnom kelljen. És akkor ott nekiálltam könyörögni, hogy én bármit megcsinálok, csak hadd maradjak, mert nem tudok, hogy, hogy hazamenni. Ö, Úgyhogy így a séfig a hoteligazgatónak megesett a szíve rajtam, és ő a pincér segédnek voltam először a segédje. Ami azt jelenti, hogy a leszedett tányérokat, amit egy külön szobába áttoltak egy kocsin, én azt még lepakolhattam a konyhába, és előkészíthettem olyan dolgokat, ami jóformán mondhatni, hogy felesleges volt. De itt talán látták azt, hogy mit szeretnék, mennyire érdekel engem ez a szakma, mennyire figyelgettem be a konyhára, és azért egy-két hónap után sikerült szépen feljebb-feljebb lépni. Onnan már könnyen ment esetleg egy pincérsegéd, utána már egy supervisor, akkor már én terítettem be az asztalokat, én mutattam meg a többieknek, hogy hogy is kell konkrétan szépen teríteni, és ő, itt volt egy éles váltás, hogy bekönyörögtem magam a konyhára. Tehát ez volt az áttörés. Így van, ez volt az áttörés, amikor sikerült szupervájzor lennem, ott már felfigyeltek arra, hogy hogy dolgozok, mennyire precízen próbálom én ezt a dolgot ö, véghez vinni és itt könyörögtem be magam a konyhára, és addigra már volt olyan nyelvtudás, hogy, hogy ne okozzon problémát a, a konyhán helytelni. Mi fogadott a konyhán? Hiszen teljesen más az étkezési kultúra Angliában, általában az Egyesült Királyságban, bár Skóciában még inkább, de aztán ugye az angol tapasztalataidról is kell, hogy beszélj. Ö, igen, ez ö, nekem nem tudom, nagyon nehéz volt ö, egyáltalán megszokni azt, hogy, hogy főznek, és ö, milyen ételeket készítenek, mert ez akármennyire fájó, azért a skót konyhának nincsen igazi nagy, tradicionális ö, ö, konyhája. Tehát mondhatni azt, hogy a francia konyhából vettek át nagyon sok mindent, és ö, inkább a tékek, Tehát nincs meg egy olyan. Ö, ö, átalakult konyha, mint akár, hogy beszélhetünk egy olasz, egy francia kuzinról. Tehát ez, ez Skóciában nem létezik. És itt nehéz volt azokat az autentikus ételeket egyáltalán megtanulni, vagy, vagy úgy látni, hogy ezt a sé felvárta. Úgyhogy először a konyhán tényleg úgy éreztem magam, hogy mint, Elis csoda országba, tehát egy kicsit el voltam veszve, nem tudtam, hogy először mihez nyúljak, mit csináljak, hogy fogok tudni helytállni, úgyhogy az első egy hónap az tényleg nagyon-nagyon szenvedés volt minden egyes mozdulat, hogy egyáltalán hogy lesz ebből valami. De nyilván, ahogy beleszoktál, és akkor a későbbiekről is beszéljünk, tehát Angliában és Írországban sem mehetett minden zöggenőmentesen, <hállt> mert hogy ak bármennyire is otthon van valaki a konyhában, a hely, ahol él, és amit meg kell tanulni az idegen. Így van. A, a, ez a kastélyszálló, ahol ö, Skóciában dolgoztam, itt azért ö, akár hiába, hiába volt Skóciába, ez egy nagyon-nagyon ez nívós kastélyszálló volt, ahol, mint ahogy említettem, az ételek 80-90% a francia konyha volt. Na most, azt, ahogy mikor megtanultam, én szerettem volna váltani, és Londonba ö, mentem át. Itt viszont egy elég komoly székházba kerültem be, ahol meg inkább az angol vonat, a tékeket és a hozzá hasonló ételeket készítették, köze nem volt a francia konyhához. Tehát megint ugyanúgy egy olyan helyre csöppentem, ahol, amit azt tudtam, hogy mihez nyúljak. Tehát volt egy két méteres grill, amin 15 féle hús, vagy legalább 10 féle, 3-4 különböző ö, sülési módozatba. Hát az, az, az azért az, az, nagyon komoly dolog ott azt fejbe tartani. Meg ugye ez olyan székház, volt, ami eléggé ismert. Tehát ott 2-300 ebéd volt, 2-300 vacsora, 15-16 séffel, az ott. Tehát az egy iszonyatosan megpróbált helyzet volt. Meg azért ott, ott még tartották ezt a napi 18 órát heti 6 napba, tehát ö, nem nagyon lehetett azt mondani, hogy olyan gyerekekkel dolgoztam, hogy 8 órámat megyek, hanem 8 óra után kezdtünk bemelegedni, inkább így mondom. Tehát. Úgyhogy ö, az nyilván, nyilván tanulságos volt ez az időszak. Amellett viszont, ahogy olvastam, hogy azért nem hagytad abba a sportot sem. Én azt hiszem, hogy ez a kettő, ez nagyon fontos volt, hogy, hogy valami mást is csinálj, hiszen reggeltől akár egész meddig. Nap. Akár igen, tehát egész nap a konyhám voltam, és amikor tehettem, vagy volt egy kis szabadidőm, akkor az ország helyéhez viszonyítva mindig kerestem egy gymet, tehát egy edzőtermet, ahol folytathattam akár a kempó alapokra épült MMA-t, vagy, vagy azt, a, azt a sportot, amit én imádok és nem tudok ö, ö, magamon kívül hagyni. Úgyhogy minden ö, egyes országban, ez legyen Írország, vagy Anglia, vagy Skócia, mindig volt egy, egy edzőterem, ahol folyamatosan jártam leedzeni, sőt, még voltak versenyek is, kenne sikerült elindulni. Nyilvánvaló, hogy ez egy fontos időszak volt az életedben, aztán hazajöttél, és akkor jött a legfontosabb, ami a jelenben is tart nyilvánvaló. Tehát 2011-et írtunk, amikor megismerkedtél lelked jobbik felével, így van. a feleségeddel, Biankával. Azóta már van gyönyörűséges gyermeketek, úgyhogy Igen. ez így rendben van. Ez óriási változást hoz egy férfi ember életében, amikor elkötelezi magát szívből, lélekből és azt gondolom, hogy fejben is ott kell, hogy legyen, ha valaki társat választ magának. Ez mennyiben változtatta meg a terveidet, céljaidet, elképzeléseidet? Hát mondhatni azt, hogy fenekestől felfordította, mert tehát én a feleségemet gyerekkora óta ismerem mondhatni azt, hogy 14-15 éves korót, tehát egy baráti társágot kell elképzelni, egy baráti társágba tartozott, és 18-19 éves korunkban mondhatni azt, hogy inkább más szerelemmé fordít a dolog. És az, amikor tényleg úgy döntöttünk, hogy közösen vágunk bele az életbe, ugye a párom kijött hozzám először, akkor én már Ausztriába jártam az élet folyamán, viszont nekem olyan tervém volt, aki mindenképpen szerettem volna még Amerikába megpróbálni magam, tehát a tengeren túlon, viszont az, hogy én a feleségemmel közös életet kezdtem, természetesen így ezt át kellett húzni, de egyáltalán nem bántam meg, Viszont azt tudnia kellett, hogy én a szakmámba próbáltam kiteljesedni, szeretnék nagyon sok mindent elérni. Így neki nagyon sok áldozatot kellett ez ügyben hozni, tehát ő mindig a második volt ilyen téren, úgy értem, hogy szakmailag. Tehát először kerestem egy munkahelyet, vagy kerestünk egy munkahelyet, ahol én jó szakács, jó pozícióba, jó séfektől tudok tanulni, ő pedig jött mellém, bármilyen más munkát elvállalt, hogy közösen tudjunk élni. Értem. És ez jóval több, mint egy évtizedig tartott, és kiteljesedhetted teljes egészében. Ez az egyik, viszont kell, hogy egy, egy egy tragikus, nem tragikus, de akkor nyilván úgy élted meg, a betegségedről beszélek. Én azt hiszem, hogy az nagyon megvisel egy, egy fiatal párt, a férfi embert nem különben, ha kiderül, hogy, hogy egy komoly betegséggel kell megküzdenie. Így van, az, az, nagyon nagy érvágás volt mindkettőnknek. Mondhatniak, hogy ugye előtte még nem voltunk házasok, tehát mondhatni azt, hogy párkapcsolatban éltünk csak, és még akkor nem volt a, a kisfiunk sem. Úgyhogy nyilvánvaló itt megfordult a fejembe az is, hogy el fogom veszíteni a páromat, vagy hogy esetleg ő lép ki ebből a dologból, de, de hál' Isten azért ez nem így történt. Azt, azt a dolgot megélni, amikor tényleg az emberek közdik, hogy nem biztos, hogy sok idő van még vissza, akkor ö, nagyon sok mindent átgondol. Én mondhatni azt, hogy én hálás vagyok, hogy velem ez megtörtént, mert ö, nem így fogtam fel az életemet, ahogy a betegség után. Tehát ö, én előtte ugye mindig más fontosabb volt. Viszont amikor ö, sikerült ebből a mondhatni betegségből kilábalni, akkor ö, Átalakult bennem az, hogy mi fontos, mi az emberi kapcsolatok. A párommal szeretnék, szeretnék gyereket, szeretnék, szeretném, ha a feleségem lenne, szeretnék a szüleimmel több időt tölteni barátokkal. Tehát minden, ami mondhatni, hogy halandó dolog az embereknek, hogy hú, megyünk ide nyaralni, ú, kell egy új autó, kell egy, az teljesen, én ezt olyan szinten átalakult bennem, hogy hihetetlen. Tehát fontos volt ez a számvetés mindenképpen. Így van. Így van. Én, én nagyon örülök neki, hogy az megtört. Nyilvánvaló, hogy abban a pillanatban, abban az esetben ez iszonyatosan nagy fájdalom volt, és szomorúság, hogy úr Úristen most mi lesz. Viszont, amikor ez elmúlt, azt követően pedig az a, az, az érzés érzés, hogy hogy úr, még sincs ekkora probléma, eltűnt ez a betegség része, és hogy, hogy közben átfogalmazódott, mert az ember azért úgy éltem az életem két-három hónapig, hogy, hogy halálos beteg vagyok, és egy emberbe ez nagyon komoly dolgokat tud megváltoztatni szerintem. Ráadásul jött az életedbe, visszatért a sport, ha úgy tetszik, bár egy eddig is sportos voltál. Olvastam, ez egy nagyszerű történet, akár filmre kívánkozó, amikor a, a negyed elcsábított, és megérkeztetek Kústeimbe, és Így akkor van. megjött az MMA. Az MMA egy furcsa sportág mindenképpen, de hát egy küzdő sportolónak bármelyik szakág nagyszerű. Így van, egy, egy küzdősport az tényleg bármelyik szak, bármelyik ága, én imádom, mindegy, hogy melyik az, ez tényleg lehet akár egy full kontaktos küzdősport, vagy egy tájcsit, mindegy, az a lényeg, hogy az az küzdősport, vagy sport. Az, az azt az élményt nem fogom tudni elfelejteni, az a mai napig belévódott a fejembe, hogy... Ugye azt kell tudni, hogy a Skócia után, vagyis London után, az utolsó londoni utam után, én ott befejeztem az mma pont ugye a betegségek esetleg kialakulása előtt, meg ugye Ausztriába költöztünk a párommal, és ott nem volt igazából már sajnos idő. Tehát ott mondhatni, hogy azt az időt, amit én sportra ö, fektettem, azt most már azért a párommal próbáltam meg eltölteni. És ö, nem felejtem, hogy ültem a tévé előtt, és ö, azt is tudom, melyik filmet néztem, és annak a végén van egy, egy ketrec harc igazából, de egy nagyon szép történet, igazából, egy szép történet, és annak a végén ugye egy ketrecben bunyoznak a, a felek, és ez engem olyan szinten meghatott, hogy én, én sírtam, de úgy, hogy éreztem, hogy könnyezek, de ugye próbáltam, hogy nehogy esetleg a párom észre hogy egy kis óvodás sírok egy filmen, de ez természetesen ő észrevette. És csak annyit mondott, hogy gyere szívem, menjünk el ebédelni vagy vacsorázni. A nyilvánvaló gasztronómia, már abban a pillanatban a tévé kikapcsol, okay, mehetünk, hova megyünk, drágám, mondta, hogy talált egy nagyon jó helyet, és ő azzal szeretne meglepni. Azt tudom, hogy legalább egy óra hosszán keresztül autóztunk, svázból, ahol mi laktunk, Kufsteinig, és megálltunk egy étterem előtt. Ó, mondom, ez nagyon jó, jó kis csárdának tűnik, hú, biztos, hogy jó ételek vannak. És akkor mondta, hogy nem oda jövünk, hanem ide. És konkrétan három méterrel az étterem mellett volt egy edzőterem, ahol MMA oktatások voltak, vagy egy nagyon komoly klub, és igazából ez volt a meglepetése, hogy újra vissza tudjak zökkenni a, a, küzdősport világába. Ott felmentünk, megnéztünk egy edzést, vagy megnéztem egy edzést, és másnap már kezdtem is ott edzeni, és rá másfél, majdnem csak két hónapra pedig megvolt volt Ausztriában az első ketrec harcom. Tehát ez egy óriási, én azt gondolom, hogy a, a, lelkednek is, fizikálisan is jót tett nyilván, mert hogy közben megdolgoztál. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy egy kicsit tekintsünk vissza. Ausz tehát Ausztriától ha visszanézünk, számtalan helyet bejártál. Próbáltad megtanulni, megtanultad a különböző kultúrák ételeit, és gondoltál-e arra, hogy ezeket majd úgy hasznosítod, hogy így együtt? Igen. Mert de... ez mind más. Tehát más étkezési kultúra, más tányér. Ez tökéletesen jól látod, ezt mivel nekem az volt a tervem már akkor, hogy egyszer szeretnék egy olyan saját éttermet, ahol azokat az ételeket tudom összekombinálni, vagy azokat az ízvilágokat, ahol idáig az életemben jártam. Tehát azért a skót konyhának is van egy-két olyan íz, ízvilág, ami engem nagyon megfogott, vagy akár az íreknél, akár a németnél, vagy Ausztriában, is vannak olyan, olyan ízek, olyan autentikus ételek, amik szerintem nagyon jók, és ezt egy francia konyhával, vagy akár egy olasz konyhával, magyaros ízvilággal az egészet egybegyúrni, Szerintem az egy iszonyatosan jó fúzió, szerintem az, az, az nagyon működhető dolog. És, és ez volt a tervem már akkor, igen, hogy a, a világkonyháit, ahol ideig jártam, azt szeretném majd egyszer így egybe gyúrni. Igen, most viszont megérkeztünk pontosan, ahol ez sikert is arathat, hiszen a tapasztalat, a rutin és a tehetség az nagyon-nagyon fontos a konyha műsorban. A Séfek Séfe, azt hiszem, hogy ez egy remek műsor volt, nagyon sokan nézték, és hát a te sikereddel zárult. Jogosan tesszük hozzá, bár voltak nehéz pillanatok, de itt nem is ez a lényeg, hanem az a fontos, hogy hogy fogtál neki. Tehát határozott céljaid voltak, amikor meghívtak a műsorba, mert azért ne feledjük, hogy ide lehetne jelentkezni. Jelentkezhetnék én is, mert állítólag jól főzök, de hát ez nem így van. <síns> <síns> Igen. Hát... Ez kicsit kétholdalú ez a dolog, mert ez úgy nézett ki, hogy mi ebben az időpontban még Ausztriában tartózkodtunk a, a feleségemmel, és ugye akkor már a kisfiammal ő, tavaly februárban, és ő, egyszerűen felívtak, hogy nem érdekelne a, a konyhafőnök műsor, egy castingot a profilom. Tehát nagyon sokszor toboroznak embereket, rájönnek emberek, hogy lehet jelentkezni is a műsorra, de aki esetleg szimpatikus, vagy, vagy a, 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 esetleg egy Facebook profil alapján látszik, hogy ő főzöget otthon, stb., akkor megkérdezik, hogy esetleg egy castingra nem -e érdekelni a, a dolog, vagy hogy nem eljönne be. Ez velem is így történt, ugye nekem az oldalon volt egy-két étel talán, és az alapján felhívtak, hogy nem -e szeretnék a Konyha Főnök műsorban szerepelni. Itt akkor eldöntöttük a párom, hogy de igen, és az volt a célom, hogy legalább a top 6-ba, tehát nekem már ott az volt a célom, hogy ha én igen mondok erre a műsorra, akkor legalább a top 6-ba jussak be, hogy annyira megismerjenek Fehérváron vagy éppen az országba, hogyha nyitok akár egy street food üzletet vagy egy éttermet, akkor már azért ismertebb legyek. Úgyhogy ő, konkrét célra jöttem a Konya főnök műsorba, meg úgy éreztem, van bennem annyi, hogy... Ő, még talán akár dobogós is legyek. Ugye ez egy televíziós műsor, ennek ellenére bizonyos vagyok benne, hogy a stárséfektől lehet tanulni. Nyilvánvaló, nagyon-nagyon sokat. Maga, még hogyha nem is konkrétan úgy, hogy ők leülnek a mindegyik versenyzővel, és elmondják, hogy ezt így csináld, így tálalj, úgy tálalj, mert ez nem így történik. Viszont az, amikor ők főznek velünk a műsorban, ugye sokszor volt, hogy ők egyedül főztek, vagy megmutattak egy ételt, és akinek van azért rálátása ezekre a dolgokra, akkor az ő megmutatott ételeik alapján be tudják építeni saját maguknak. Tehát, ha mondjuk akár Sárközi Ákos, vagy nő készített, Nők készítette egy gyönyörű szépen megkomponált ételt, amin van mondjuk 10 különböző textúra, az már önmagában szerintem egy iszonyatosan nagy segítség, mert közben megtanuljuk azt a kis részeket, hogy aha, hogy lehet egy jó ropogós készíteni, egy jó pürét, egy jó mártást, egy jó szózt, és és ez, ala, ez alapján iszonyatosan sokat lehet szerintem fejlődni. Meg hát ugye a tálalásban mindenféleképpen, mert elvárják, hogy az ember mindig fejlődjön, szebben tálaljon, meg ugye látjuk a séfek ételeit is, amikor ők tálalnak. Tehát itt inkább azt mondom, hogy nagyon szemfülesnek kell lenni, és szívni azt a tudást, amit a, a két séf mondjuk prezentál. Igen, a nyolc számjegyet nem adják ingyen, az egyértelmű. Tehát mindent meg kell mutatni ami megmutatható és azt hiszem hogy ez egy fantasztikus siker volt ugyanakkor már szinte bizonyos vagyok benne hogy te tudtad hogy mihez fogsz kezdeni. Egyik oldalról volt a velencei tó az alapvetés a másik pedig Székesfehérvár. Igen a Tehát street food felső fokon ahogy te fogalmaztál. Igen ez magában ez volt az alapötlet mert úgy indultunk még igazából haza Ausztriából, hogy édesapámnak volt egy grill helye a Gárdon. Na most ők ezt azért nyitották, hogy segítsenek abban, hogy mi haza tudjunk jönni Magyarországra, és ez így is indult ez a dolog, viszont a konyhafőnök műsor után ez nyilvánvaló volt, hogy egy sima grill kevés lesz ahhoz, hogy most mondhatni azt, hogy Bózarolan megnyerte a konyhafőnök műsor, és utána nyitottam egy grill -csirkézőt. Nem csak az miatt, hogy ez nem annyira ö, van egy szinten, hanem kevésnek éreztem magamnak is, hogy tehát több mindent szeretnék megmutatni. A street food világát én nagyon-nagyon szeretem, és itt ö, Velencén tudtam, hogy Agárdon kibontakozni úgy, hogy ö, megmutatni azokat az ízvilágokat, azt a, azt a másfajta látást, amit én próbálok képviselni. És ez úgy néz ki, hogy a, az agárdi embereknek vagyok nagyon sokan látogattak meg, mindenkinek tetszett ez a, az, az ízvilág. És akkor ezután, ugye a szezon után pedig jött egy olyan váltás, amit úgy éreztem, hogy amire mindig is vágytam, hogy egy saját gurmétermem legyen, vagy hogy tudjak nyitni egy gurmétermet. És az viszont meg nem volt kérdés, hogy hol, mivel Fehérvári vagyok, itt születtem, az életem nagy részét, amit nem külföldön, azt itt töltöttem. Úgyhogy a Fehérvári embereknek és saját magamnak szerettem volna a Fehérvár belvárosában nyitni egy gurmétermet, ami hál' Isten sikerült is, és úgy gondolom, hogy mondhatni, hogy akár mérsékelten is, de sikert arat. Nyilvánvaló, bár egy meglehetősen nehéz időszak ez, mint nagyon is jól tudjuk, a koronavírus járvány okán elsősorban, és több minden más, hiszen itt van az orosz-ukrán háború, bár ez bizonyos értelemben nem igazán hat a vendéglátásra. Van-e már terved a hogyan továbbról? Hiszen szinte bizonyos vagyok benne, hogy nem állsz meg a Gárdon és Székesfehérváron, hiszen ismert és elismert szakemberként nyilván vannak álmaid. Igen, egy picit visszakanyarodva sajnos az ukrán háború, és ami, ami, itt folyik, a vendéglátót és a gasztronómiát is egy kicsit megtépázza, mert nagyon sok ember fél esetleg úgy eljönni e, turistaként egy országba, hogy a szomszédba éppen háborúdul, úgyhogy ez semmi esetre se jó nekünk. E, viszont igen, nem, nem, fogok megállni, mert e, úgy néz ki, hogy talán partnerségbe tudok lépni egy, egy komoly üzletemberrel, és e, Pesten fogunk éttermet nyitni nagy valószínűséggel, tehát ez most még a tárgyalások mennek, de mindenféleképpen szeretnék a Rács Jenő és Sárközi Ákos közé bekerülni a saját éttermemmel. Természetesen pont most a Bokuszdor verseny volt, ahol meghívtak, hál' Isten, úgyhogy nagyon, nagyon jól éreztem magam ekkor ennyi szaktekinté körül és pont találkoztam Ákossal is, akivel ugye a mai napig én mondhatni azt, hogy nagyon jó gondolok rá, és sok mindenbe támogat még mindig, amiben tud. És ott elmondta, hogy biztos, hogy még csak eszem mágába se jusson Pestre menni, és ez egy jó érzése tölt el, mert mondhatni azt, hogy szakmailag igenis elismernek, hogy hogy talán jól csinálom azt, amit csinálok. Úgyhogy mindenféleképpen Pest lesz a következő szint, amit szeretnék lépni, egy gurmét étteremmel, a, a másik ö, nagy kibontakozó dolog az pedig, mondhatni, hogy kitaláltam egy új street foodot. Nem is, hogy kitaláltam, mert hasonló már létezik, de ebben a formájában még nem. Ö, és erre szeretnék majd alapozni egy olyan ö, street food franchise-t, ami, ami ellepi egész Magyarországot. Történjék, így érdeklődéssel várjuk, és természetesen kerek a világ, mondom én, hiszen ott van a feleséged, gyermeked, úgyhogy minden kerek. Így van. Nos, hát én ehhez kívánok erőt, egészséget, azért lesz dolgod bőven, nincs kétségem felele. Nagyon szépen köszönöm, természetesen most ugye úgy is kezdődik hamarosan a szezon, úgyhogy bele kell vetnem magam minden egyes másodpercemet, most a vendéglátóra kell uh, fordítanom. Köszönöm szépen. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!